Kalandorok ne kíméljenek! Idén is folytatódik a Kalandozó kanizsaiak előadássorozat a Medgyeszai Házban. A szervezők már várják azok jelentkezését, akik különleges helyeken jártak vagy extrém sportot űznek, és élményeiket szélesebb közönséggel is megosztanák. A sorozat másfél évvel ezelőtt indult, és időközben olyan népszerű lett, hogy az első néhány előadás után az 50 fős kisteremből a Medgyeszai Ház nagy termébe költöztették a programot. Volt olyan előadás, amelyet csak nem 200-an hallgattak meg. Az új évadban ismét izgalmas témákra lehet számítani. Molnár Flórával fogunk kezdeni, ő egy nagyon fiatal, nagyon tehetséges kanizsai úszólány, aki egyedüli kanizsaiként vett részt a Riói olimpián, és ő fog nekünk mesélni egy kicsit magáról, az úszásról, és hát remélem, hogy egy pár kulisszatitkot is megoszt velünk, ami az olimpián történt. Én szerintem nagyon sokan szeretnék őt egy kicsit megismerni, és sokan lesznek az előadáson. Aztán pedig novemberben Marko Roland fog eljönni hozzánk. Hát ő egy igazi nagy utazó, aki amellett nagyszerű fotós is, számos országban járt már a világon, és nagyszerű fotókat is fog hozni, emellett pedig a különböző népek kultúrájáról, szokásairól és a mindennapokról is fog mesélni, és ami plusz extra lesz, hogy ötleteket is fogunk kapni tőle, hogy hogyan tudunk távoli országokba utazni, úgyhogy az nem kerül majd rengeteg pénzbe.